még az utolsó kérdésem az lenne, hogy a K-pop koncertek, hogy mennyi voltál, kiken voltál, Magyarországon vagy Londonban ugye, mennyire éri meg a jegy, hogy éri meg a jegy, és hogy mennyivel másabb a kérőbe, tehát hogy így, senki sem tökéletes, de ugye mindenki azt hiszi az idolokra, hogy ők mindig tökéletesen teljesítenek, hogy ők gyönyörűek, és hogy élőben mennyire emberibbek például. Hát erről igazából szerintem, hogy 80 millió percet tud még beszélni. Összeforgva. Hány koncerten voltam, hát nem tudom most így fejből. Inkább felsorolom. Ugye voltam Tintapon, az akkor ugye nagyon nagy áttörés hát, volt. Utána közvetlen jött ugye a Boys Republic, aztán utána volt egy Blackpink is, de nem biztos, hogy most jó sorrendben mondom. Volt X is, de arra nem tudtam elmenni sajnos. Volt egy BAP. Volt egy 24K, volt egy A10 is, amire amúgy nem is emlékszem nagyjából, na mindegy. Aztán mindjárt szétnézek, mert minden. Voltam Alphabeton is, ja, a BTS-en is voltam kint Londonban, meg most megyek 17-re, Bergenbe. Hát majd az lesz egy ilyen. Ilyen. Amúgy lányban, de még nem is volt Magyarország. Nem, egy hogy hívták azt a csajt? Nem, Miso? Aki a KKPP számot csinálta, vagy mi, ami tökre hasonlít a formintnek a számára. Na mindegy, ő volt itt egyedül lány, meg ugye most jön a kard, ahol van kettő lány. Hát igen, amire természetesen nem jutok el. Arra szerintem is, hát a 17-600 millió forint volt, úgyhogy igen, szóval... A kard, azt nagyon akarom. Kiviszel a kard koncertre? Esküszöm, elvihettek egy... koncertet. Nagy élmény. Az biztos, hogy nagy élmény lesz, hát ez ilyen koedukált, szóval az biztos, hogy nagy élmény. Engedem, hogy fizessétek nekem. Úristen, tudom, mit nem mondtam, FT Island koncerten is van. Na, hát... megéri-e? Hát... én ezzel olyan szinten vagyok, hogy én csak akkor megyek koncertre, akármilyen sznobul is hangzik, hogyha VIP-val megyek, ennek különböző okai vannak. Egyrészt azért, mert nekem nem éri meg, feltétlen az, hogy megveszek egy jegyet 20 ezer forintért, mert abból a 20 ezer forintból nagyon sok mindent tudnék magamnak venni, amire viszont szükségem lenne. És ott állok hátul, és nem látom őket, és hátulról nézem, hogy úgy, persze, tök jó, ott vagyok, látom, hallhatom élőben, de nekem, bocsi, lehet, hogy ezért sokan most levéznek, meg jaj, de kis üző. Nem, én nekem ez olyan, hogy betenném. Ha már egyszer itt van, akkor, persze, akkor tényleg, igen. Szóval, hogy nekem ez ugyanaz, mint ha bedugnám a fülembe, és akkor hallanám őket, csak annyi, hogy ott van a, és látom is, hogy jaj, de jó. Ez nyilván a BTS esetében nagyon más, mert ott egy... hatalmas stadion. 85 ezeren voltunk, de ez szerintem maradjon a végére, mert ez a legfrissebb élményem. Hát, szóval, hogy végignézzék a videót, a végére teszi. Úgyhogy így az a lényeg, hogy ahogy Réka is mondta, élőben nyilván mindenki másabb. Hát nekem vannak eléggé személyes élményeim. Az első az ugye a Tintap. Nagyon vártam, nagyon izgatott voltam, mert abban az időben tényleg nem volt még annyira elterjedt ez az egész dolog. Viszont ez egy tényleg egy nagyon nagy áttörés volt, hogy amúgy megrendezték ugye a Tintap koncertet. Bizonyos problémákat leküzdve, viszont szerintem egy nagyon korrekt kis koncert volt, és nekem legalábbis nagyon jó első élmény. VIP-val mentem, az akkor, hát kimondom, 40 ezer forint volt. Sírtam, hogy ki kellett adni, de kaptam tanulmányi ösztöndíjat, és ezért azt arra költöttem, mert mondtam, hogy nekem ez az életem, én ezt akarom, sosem lesz rá soha többet esélyem, meg nem fogom megbánni. Tehát hogy én azt mondom, hogy akinek van pénze, és megteheti, és nem sajnálja, vagy akinek nincs is pénze, de fogja magát, és elmegy dolgozni, mint ahogy én is csináltam a blogbin, hogy éjjel-nappal dolgoztam iskola mellett, az menjen el, mert annak tényleg egy hatalmas élmény lesz, független attól, hogy hogy áll. Lehet, hogy másoknak az is jó, hogyha hátul állnak, nekem nem feltétlenül jó. Igen, nyilván én megértem a lehetőségeket, hogy nem mindenki tud elmenni, én már azért felnőttem voltam akkor, és el tudtam menni dolgozni. De az a lényeg, hogy mikor a Tintap jött, akkor még én is olyanba jártam. Nagyon kacifántos volt akkor a jegyvásárlás, meg aggódtunk, hogy el fog fogyni, meg mit tudom én. De hát ez nem külföld, hogy két perc alatt elkapkodják a jegyeket, és az a lényeg, hogy szerintem ez egy nagyon jó kis koncert volt. A VIP az ugye azt tartalmazta, hogy kaptam egy posztert, meg pacsit,
Jó, de ez a pacsi, ez olyan volt, amilyen, tehát, hogy ott tett fel a kezedet? Ez volt a pacsi. Én meg így néztem, hogy hát, mondom, 40 ezer forint, én mondom, jó lenne, hogyha egy ilyen csapkodós. Aztán így volt olyan, akinek meg se fogták a kezét, szóval így egy kicsit elég érdekes volt. Be kell vallani, hogy ezt viszont így máshonnan hallottam, hogy így élőben azért ők eléggé mások voltak, szóval nem voltak annyira kedvesebbek, mert például a Boys Republic-nál viszont mondták, hogy ők nagyon-nagyon aranyos srácok voltak, és mérhető, hogy a Boys Republic viszonylag kis banda volt, sosem volt annyira híres, és más, sokkal másabbak voltak, és ezt tényleg tudom állítani, hogy sokkal-sokkal, de sokkal kedvesebbek az olyan bandák, akik nem annyira híresek. Mert azért mert például, igen, szóval én csak azt tudom mondani, hogy nekem az nagyon jó élmény volt, én az első sorban álltam, én a Rikivel nagyon spanoltam, de például a kedvencem, aki akkor a kedvencem volt, Changi, ő se tojt, hiába csináltam bármit, nem, de Riki nagyon kedves volt, és olyan aranyos annak ellenére, hogy amikor megláttam először, azt hittem, hogy le fogja rúgni a fejemet, de amúgy nagyon kedvesek, vagy hát kedvesek voltak, főleg milyen lepett meg Angelina Jolie szájaival, pont így beletúrt a hajába, amikor odaértem hozzá, szóval ez így elég vicces volt. Aztán utána volt a Boys Republic, hát ez nem is tudom, szerintem életem egyik legszebb élménye volt, mert ott is hát nyilván VIP-val mentem, az 20-valahány ezer forint volt, baráti. A VIP, szóval ez így az igen, az elég baráti volt. Vagy kaptam ott is egy posztert, viszont aláírt posztert kaptam. Kezet foghattunk a fiúkkal, és ott már így volt, ott már így volt, hogy ilyeneket csináltunk, meg beszéltünk velünk, és emlékszem, hogy amikor oda mentem, ők már integettek, és tök aranyosak voltak, és annyira extázisban voltam, mert az én kedvencem magától megölelt, és érezte. Én álltam, hogy most ez így hogy, meg mit? Nem tudom, szerintem érezte, hogy én ezt szeretném, és így megölelt, és annyira extázisban voltam, hogy így elfutottam, és önöt utána elfutottam, és ott hagytam a posztert, aztán így szóltak, hogy nem szeretnéd a posztert? Én, mi? Poszter? Mi? Poszter? Mi van? És már mindenki röhögött rajtam, szóval nagyon gáz volt. Úgyhogy, és hát kiröhögött a kedvencem is, és hát ezután is folytatódott a kedvencem, mert pont odaálltam, ahol, amelyik oldalt ő volt nagyon sokszor, és amikor énekelt, mai napig, szó szerint, nem tudom, milyen alapozót használnak a koreaiak, de mai napig nem tudtam kimosni a felsőmből azt az alapozó foltot, ami az izzadt arcáról rácseppent ide. Szóval nem tudom... Örök emlék, na. Örök emlék. Szóval amúgy nagyon finom, nagyon gusztusos, tényleg, így rám, na mindegy. De hogy így rengeteg alapozó volt amúgy rajtuk, nagyon durván látszott, hogy folyt. Amúgy nem értem, hogy ugye ahol azok meg ilyenek, és akkor ott van, hogy a koreai szépség, bőrápolás, meg ilyenek, hogy miért ilyen gyönyörű a bőrük a koreaiaknak, meg ilyenek, hogy titok, de amúgy rohadtul nem szép a bőrük, mert hogyha megnézek egy koreait, vagy egy idolt is, amikor nincs rajtuk smink, vagy még van is persze, rajtuk, nekik is van teljesen miteszeres az egész arcuk, szóval erre a képek, amiket fotóznak róluk koncerten, a fehérítő, amit rájuk tesznek. Nagyon-nagyon sok. Tehát örülök, amikor egy rendes kép kikerül róluk, ugye a igazi bőrszínükről, nem ez a fehérített szar. Meg nem a retusált képek, meg a 2 millió smink. Igen, szóval nagyon durva. Ők sem lettek életesek. Persze, de hát ezt ők is tudják szerintem. Szóval így nem. És hát igazából még annyi történt, hogy megfogta a kezemet, és egy percig a szememben nézve énekelt, és ez nekem egy olyan élmény volt, amit azért nem lehet elfelejteni, és nem az volt, hogy így elkezdtem sikongatni, hanem csak így néztem, és sírtam, és mondtam, hogy én ezt akkor, mikor ezt az egészet elkezdtem, sosem gondoltam volna, mert tényleg mindig kinevettek, és ez egy nagyon jó élmény volt. Aztán utána a Blackbeat, na hát azért ez egy már másik kategória, amit azért nyilván tudjátok, hogy a... Igen, szóval ez a Blackbeat azért egy teljesen más kategória. Szóval a Blackbeat az egy külön kategória, az már jóval nagyobb banda, tehát ez azért tudjátok, hogy ez egy nagyon nagy banda, és nyilván tudjuk, hogy miért. De hát elég más élményeim voltak, mert velük találkoztam személyesen is a Vörös Marti téren, szemtől szembe, real face to face. Én azt hittem, hogy megölnek, de halál komolyan. Én mai napig nem tudom elmondani azt az érzést, hogy így álltam, és így
totál csalódott voltam, hogy úristen, hogy néznek rám, mert felismertük, meg ők is felismerték, hogy mi valószínűleg felismertük őket. Pedig amúgy mi tényleg akkor vásárolgatni voltunk, és... Azt hitték szerintem, hogy ilyen őrült rajongók vagytok. Igen, mert nagyon sokan amúgy követték őket, és igaz? Volt is valami balhi, amúgy nem tudom. De fotózgatták őket, meg követték. Igen, és a menedzser elvette a telefont, és kitörölt, meg nem tudom, tehát ilyen sztorik voltak. És azt tudom, hogy így oda is szaladtak egy pár, amikor ott voltunk, és így kikerült el Zikó őket, és annyira fura volt, meg olyan durva feje volt, és így tök rosszul éreztem magam is. Nem ilyen szinten érthető, meg nem is amit csináltak. De ők már akkor már alapjáraton idegesek voltak, mert akkor történt valami balhé, de hogy így ilyen fura volt az egész, és így éreztem, hogy hát gyerekek, ez nem olyan, mint amilyennek én ezt így el. Aztán hazamentünk, és így totál ki voltunk, hogy hát figyelj, mert megvettük itt a VIP-jegyet, azt így néznek ránk, hogy ez milyen rossz már, hogy mi meg itt rajongunk. Mondom, nem baj, mert megmutatjuk holnap, hogy nézd csak, mi meg itt vagyunk, azt megvettük a VIP-jegyeteket. És így történt egy olyan dolog, hogy besütött a nap, és pont Piú nem látszódott a poszteren, és mondtam, hogy figyeljétek, mert Piúval lesz valami. És akkor felültünk a buszra reggel, és jött is az izé, hogy Piú nem fog jönni, mert személyes okok miatt nem tud fellépni. Úgyhogy így mondtuk, hogy király, nyilván megértjük, de az a lényeg, hogy a koncerten ott, ahogy egymással néztünk így a Blackbeeval, ezért felismerték, hogy hát ezek a lányok ott a Vörös Martiról, és akkor egy kicsit így éreztük rajtuk, hogy ők is rosszul érzik magukat emiatt, hogy ezt így kellett, és azért utána így nagyon jól esett, hogy így oda énekeltek, meg oda jöttek, meg igen, szóval, hogy így empatikusak voltak, ennyit tudom mondani. Tényleg úgy érthető ez a dolog, hogy én is örülnék, hogy hol jönnek hozzám, azt letámadnak, amikor városnézésen vagyok. De utána amúgy így átöltöztek, mármint hogy ezután, mert mi így elálltuk a fanok útját, és akkor így fel tudtak menni, és átöltöztek, és utána kijöttek, és amúgy tök kedvesek voltak már, utána úgy mászkálgattak, hogy tényleg tök kedvesek voltak. Az idol arcod. Igen. Szóval az így megint. Szóval a Blackbeard egy hatalmas buli volt, pofán töröltek izével, fél liter vízzel, szóval ez egy hatalmas jelenség. Nem tudom, hogy élvezném. Figyelj, élvezed. A Very Good-nak a rock verziója, de nagyon-nagyon jó volt, tényleg. Aztán utána volt egy baby, na gyerekek. Hát ez egy olyan dolog volt, hogy ott nem vettem meg a nagy VIP jegyet, mert hát azért 85 ezeret nem pengetek ki. Mondtam ezt a 17 után, de mindegy, hát a baby, ez egy olyan dolog volt, de várjatok először, lehet, hogy a 24K volt. Na mindegy. Már csak így nagy van a igen, az a lényeg, hogy az a lényeg, hogy a baby ez egy olyan dolog volt, hogy amikor ők feljöttek a színpadra, akkor úgy éreztem, hogy azt a mindenségi. Tehát, hogy az volt az egyetlen olyan koncert, amikor én nem tudtam sikítani, amikor bejöttek, mert hát ilyenkor szoktak sikítani, és csak így volt, hogy azt a... ezek nagyon pacekul néznek ki. Mik azok a legények? Tehát, hogy azért tudjátok, hogy a BAP is egy nagyon nagy híresség volt akkoriban, és eszem megáll. Akkor a partit toltak, de komolyan. Hincsan szembe lőtte egy vízipisztollyal, aztán egy tökre elfolyt, és minkább azt utána mehetünk hozzá egy pacsizgatni, hát az nagyon jól esett amúgy. De akkora parti volt, hogy nem érdekelt, hogy az ötödik sorban álltam, így tényleg nem érdekelt. Vagy, hát nem is az ötödik, mert már a harmadik sorban, miután belögdöstek hátulról az emberek, de fenomenális volt ez a koncert. Meg az kültéri volt, tehát hogy az sokkal másabb volt ennek a hangulata. Aztán volt a 24K, na hát ők is kis banda, azt kell róluk tudni, hogy halálosan aranyosak voltak. Tényleg nagyon kedvesek voltak náluk. Volt is egy ilyen apró fan meeting, hogy oda mehettünk, ők aláírták a posztert ott személyesen, meg beszéltünk velük pár szót. Én stílusosan felestem előtte, mert hogy kihúztam magam, hogy majd én menőn oda megyek. Aztán hát Berni vagyok és nem. Szóval az nagyon gáz volt, mindegy. De a lényeg, hogy nagyon kedvesek voltak, és hát leírták a nevemet a poszterre, fordított ebetűvel, ami... Igen, ez úgy jelenti. Szóval ez elég fura volt, de amúgy nagyon kedvesek voltak, meg az is egy teljesen más kategória volt. Aztán volt az Alphabet, hát ők halálosan aranyosak voltak, nagyon, nagyon kis közvetlenek és nagyon kedvesek voltak. Szóval rájuk is csak jót tudok mondani, nagyon tehetségesek. És tényleg, akit eddig láttam, mind nagyon tehetségesek. Tehát az a feeling, amit ők adnak ott, az hatalmas. Tehát borzalmasan jó érzés egyébként, legalábbis nekem. Aztán, ja, meg az 80-an is voltam, amit
ugye mondtam, az totál kiesett, mert ugye ott megvettem a sima jegyet, mert már nem volt pénzem, mert voltunk akkor One Ok Rock koncerten, meg akkor volt a BTS is, úgyhogy így hát az annyira nekem nem jött át. Amit sikerült látnom a sok telefon miatt, azt láttam, tehát hogy így ilyen fejeket láttam ott a Dürerbe. Hát az nekem annyira nem jött át az a koncert, nagyon kedvesek és aranyosak voltak a fiúk, nagyon-nagyon nagy energiával tolták le az egész koncertet, és le a kalappal előttük, de nekem talán, hogyha mondanom kell valamit, akkor ez a koncert volt az, ami így immel ámmal, de örülök, hogy ott voltam, de nem ez tartozik a kedvenc koncertélményeim közé. Aztán volt egy FT Island, az nagyon elvetemült volt, mert ott, hát igen, éjszakától vártunk ki, hogy mi legyünk az elsők, mert hát Honki az Lee Honki. Az a koncert az, ami szerintem szintén egy olyan dolog volt, amit sosem fogok elfelejteni, ott szerencsének nagyon jó volt, mert előállhattam. Ezt megjuttad. Szóval, hogy ez nagyon jó volt, és főleg az, hogy nekem az a nyár, ami mielőtt jöttek, én nekem ott volt egy ilyen nagyon ilyen nehéz nyaram, és jött akkor az albumuk, a Very True, és azt adták elő, és ott sírtam az első sorban, és a barátnőim ugye megöleltek, és akkor Honki odaért és énekelt nekem, tehát hogy így annál nagyobb élményt, amikor egy olyan ember jön oda, akit amióta K-popper vagy, hallgatsz, és annyira szereted a hangját, hogy millió ember ezzel közül felismered, mert annyira jó. És amúgy a Honkival amúgy külön is találkoztunk, szintén a Vörös Martini együtt söröztünk konkrétan bent a Hard Rock Caféban, meg utána együtt játszottunk, volt ilyen buborék, azt hiszem erről még videót is csináltak és tettek föl, hogy ott játszottunk együtt. Nagyon halálosan aranyos ember, tehát hogy én csak jót tudok róluk mondani. Most tudom, hogy volt ez a nagy balhé, de ettől függetlenül ne ítéljük meg az egész bandát, mert hatalmas koncertet adtak, és akkor a buli volt, hogy ezt elmondani nem lehet, de nagyon jó videók is vannak, szerintem YouTube-on róla is lehet látni azt, hogy mekkora élmény volt ez az egész. Na és akkor jöhet a BTS, ami szerintem a legtöbbet már érdekel. Hát gyerekek, ez szintén egy másik sztori. Nyilván az, hogy most itthon el vagyok egy 500, 200, 1000 vagy 2000 fős csoporttal, és akkor fogom magam és elmegyek a Wembley-be, és 85 ezer ember. Hát na. Hát eltátottuk a szánkat, mert olyan embertömeget én életemben nem láttam, de tehát egy nem is volt balhé, aminek viszont nagyon örülök, mert ettől nagyon féltem. Olyankor valahogy az álmik összeszedik magukat. Már nem vagyunk olyan híresek de igen. A békességről meg ilyenek, amúgy kifejezetten nem szeretem nagyon az álmikat, pedig voltak. Az vagyok. Igen. És nagyon kedves volt mindenki, kis ajándékokat is osztogattak. Én, ahol ültem, volt két koreai nő, és oda jött hozzánk, és például én kaptam egy Taehyungos képet, barátnőm, meg J-Hope-osat, azt hiszem, és hát figyeljetek, megmondom őszintén, én itt azért mentem ki, mert egy élményt akartam, hogy milyen lehet egy ilyen aréna koncert. Attól, hogy én nem a VIP-jegyet vettem, hanem megvettem a legcsicskább jegyet, amit lehetett, mert amúgy is elmentem, nézzünk arra, hogy Londonba kimenjünk. Attól, hogy én ott ültem az 515-es szektorban, hát gyerekek, én akkora élményt szereztem. Nem láttam a fiúkat így, de hallottam őket, és láttuk őket azért valamennyire. Akkora koncertet adtak, de tényleg akkora koncertet, hogy vannak is videóim, és olyan, mintha szülnénk a videóban. Tehát ezt egy halálkomolyan, hogy barátnőm beült egy szülőpozícióba, megfogta a széket, és ordított, meg visított, és konkrétan egyébként mi voltunk az 515-ös szektornak a hangja, és két spanyol lány hátra is fordult, és megkérdezte, hogy hát honnan jöttetek? Mert nagyon tüzesek vagytok. És akkor így mondtuk, hogy hát Magyarországról, hú, az nagyon jó. És akkor örültek, hogy végre vannak olyan emberek is, akik amúgy élvezik a koncertet, mert viccen kívül voltak olyanok egyébként, és nem is értem az ilyeneket, hogy így, nem. Ez még a jobbik eset. Nekünk az sem volt, de amúgy árnyomunk, ez mondjuk elég ciki volt. Úgyhogy én, amikor csináltak ilyen, tudjátok azt a hullámot, akkor így kézzel, hogy hú, így ennyi volt, mert mi adtuk a hangot. Hát mondom, akkor már ne adjunk árnyombombot is, úgyhogy így nagyon vicces volt. De az emberek ilyeneket csináltak.
amúgy ennek minek mész a koncertre? Ami annyira felcseszni, amikor nézek ilyen koncertvideókat, tényleg a BTS és a kedvenc bandám, így fiúk közül, de akárszor nézek most is ilyen mama, meg ilyen nagyobb, hatalmas nagy díjátadókat, így veszik az embereket, így a nézőtére, mindenki nyomkodja a telefont, vagy így fogja az álimomot. BTS! Jó, ők nyilván BTS. Hozzá vannak szokva. De nem is az, szerintem még máshol is vannak ilyenek, az ilyen nagyobb városokban, ahol kb. Minden évben mennek, mint tudom a London, meg Berlin, igen. Meg ilyenek. Szerintem azok lehetnek azok, akik csak így, jó, van, nekik nem annyira drága, mert helyi, meg ilyenek. Azt, hogy de ha 5 millió mondjára mennék el egy BTS koncert, én akkor is tombolnék szerintem. Gyereke. Nem az, hogy igen. Így ülök, BTS. Hát én nekem mondom, én nekem hangom, tehát hang. Pff, mit akartok hangot? Hangom nem volt, tehát hogy én úgy mentem el, hogy jól volt, de nem tudtam beszélni. Úristen, volt egy olyan pillanat, mikor azt hittem, hogy engem visznek a kórházba. Én azt hittem, hogy valami elszakadt a testemben. Tehát én akkor átordítottam, de akkor át, hogy amúgy szerintem az kajak hallották. Hogy megkérdezték a barátaim, mert ők lent ültek, hogy hallod, az te voltál? Mondom, én bizony, öcsém. De ők lent ültek ott a színpad előtt. Én olyat ordítottam, hogy itt esküszöm nektek, hogy elpattant valami. Valami ér. És így mondtam a csinálnak, aki mellettem ült, hogy hallod, mondom, vigyél a kórház, nem tudok beszélni, mondom, én most haltam, mert szerintem elszakadt valami a hangszálamon, nem tudom, de nagyon rossz. És utána már nem mertem ordítani, mert nagyon fáj. De én apai anyait, nyilván Jinnek a szólóján nagyon sírtam, mert nekem ő a kedvencem, meg szerintem ami nagyon-nagyon szép volt, ez a Euphoria. Gyönyörű volt, tehát főleg, hogy ott repkedett, ugye, úgyhogy az gyönyörű volt. Én azt mondom, hogy ha tehetitek, és nagyon nagy szerencsétek van, mert amúgy ez a jegyvásárlás néha külföldre egy igazi éjjelző viadala, tehát ez amúgy elég komoly. Tehát én azt ajánlom nektek, ha jegyet akartok, hogy ne egyedül vagy ketten próbáljátok, hanem szerezzetek sok barátot, akik nem feltétlenül mennek a koncertre, és kérjétek meg őket, hogy segítsenek, mert az nagyon-nagyon sokat tud. Én is így szereztem most 17-re egyet, én is így szereztem a BTS-re. Nyilván utána meghirdették, hogy jó, akkor még egy BTS koncertet betolnak teltházra, de akkor még ugye nem tudtuk, mikor az elsőt vettük aztán. Tehát, hogy így nagyon féltünk, és akkor így meglett. De semmi a lényeget nem. Igen, mert ilyenkor az oldalak így meghalnak, összeomlanak, nem tudsz mit csinálni, azt mondja, nincsen jegy. De hát könyörgöm, egy perce indult a jegyvásárlás, nincsen jegy. Szóval, hogy így nagyon durva a... Kinek gyorsabban etel. Igen. Tehát, hogy nagyon durva a jegyvásárlás, szóval... Utána megjönnek ezek a fekete piacos jegyvásárlások. Hallod? Ne. Tehát ahol megkérdetik, és ami biztos, csak ott vásároljatok jegyet. Nekem ilyenekről, hogy viagogó, meg mit tudom én, miket írkáltak, az 100 000 millió... Nem. Tehát... Nem. Most Seventeen nem volt az, hogy hatalmas, durva, nagyon kemény, drága jegyárak vannak, de... És ott van? Ott is ilyen hátra szereztél, vagy közelebb? Seventeenre VIP-t vettem, és abból is a másik, tehát nem a fő VIP-t, amit amúgy kicsit megbántam, mert nem volt sok a különbség, és így is 600 ezer millió forint. Nem ismerem kimondani, hogy amúgy tényleg mennyibe került ez a koncertjegy, de ha én valamiért költök, az a Seventeen és a Super Junior és Kim Jae-jung. Tehát, hogy ez a három dolog az, amire biztos vagyok abban, hogy költök, és költeni is fogok, és nem érdekel. De majd egyszer szeretnék úgy is, hogy kórába elmenni egy koncertjükre, mert ott viszont csak egy jegyár van. Csak egy jegyár van, az is 30 ezer forint, azt hiszem, átszámolva, és szerintem az sokkal jobban megéri, mint az, hogy itt eljönnek Európába, és 600 ezer kategóriás jegy van, és már mit tudom én, hány millió forintokért lehet már jegyet venni, ami szerintem egy kicsit itt most Seventeenen nagyon durván túl volt tolva, nem tudom, hogy ennek mi az oka. Egy kicsit rosszul is érzem magam, de aztán rájöttem, hogy ne érezzem magam rosszul, mert nekem végül is ők a minden, és át kell élni. Nyilván nem fogom őket sem full közelről látni, mert náluk nincs ilyen, hogy pacsi vagy bármi, mert azért ők elég nagy banda, de mégis látni fogom őket nagyon közelről, és az tök jó. De mit akar most ez a VIP, hogy gondolom, milyen közeli sorban leszel a színpad? Hát én ott fogok ülni a színpad mellett, és hamarabb mehetek be, kapok valami ajándékot, hamarabb mehetünk merchandise-ra. Ja, gondolom, ilyen papír, amit felmutat. Nem csak papír, szerintem mindent ármigom, de hogy ármigom. Szóval tudsz venni karatbongot is, meg tudsz, tehát egy csomó mindent lehet venni.
Mit kapunk még? Ja, azt hiszem, nem tudjuk pontosan, hogy ez most mit jelent, de állítólag próbáljuk a lehetőbent. Mondom, miért kezdik a koncertet, ilyen hangpróbálunk. Szóval igazából ott vesznek előttetek. Igen. Tehát, hogy ott teljesen azért teljesen közelre fogjuk őket. Igen. Az elég face to face lesz. Twitteren fognak csak figyelni szerintem. Igen. Hát ott csak azok lesznek, igen. Szóval, hogy így biztos jó lesz. Videó, csinálja nekem. Csinálja. A főpróbáról. Arról nem hiszem, hogy lehet. Nem érdekel. Most megbeteszem. De igen, szóval, hogy így nagyon várom. De aki meg a BTS-t akar, mert ugye most fognak jönni, én mindenképpen, én szerintem nem fogok menni, mert már egyszer voltam. Én semmire nem megyek. Majd, hogyha dolgozom, majd Azt sem megyek, akik jönnek ide Budapestre. De szerintem mindenképp megéri azt, hogyha még 20 000-es egyel is menjetek ki, mert meg aki nem szereti az embereket, menjen ki. Tudom, hogy nagyon durva ez a 85 000 fő, de azt látni ott egy stadionba, egy hangon, egy színben olyan emberek, akik hasonlóak, mint ti, hogy ugyanazt szeretik. Hatalmas. Meg nekem annyira tetszett, jó, most nyilván nem tudom miért, de hogy apukák, anyukák és hozták a kisgyerekeket, és ott voltak. Nekem ez tetszett. Nem tudom, ez nekem nagyon átjött. És annyira jó volt ez az egész. Jó légkör volt, pedig nagyon féltem tőle, mert viszont hazafele, hát haza kellett sétálnunk Londonba, mert minden meghalt. Meghalt szó szerint London ettől. Mert annyi ármi, meg annyi ember volt, hogy konkrétan sorba kellett állni a Wembley-től a metróig, mert nem fértek fel az emberek. Tehát úgy kellett, nem tudom, több százezer ember, nem tehát százezer, miről beszélek, tehát több tízezer ember között kellett hátrafele mennem, mert én voltam az egyetlen, aki meg mert fordulni, és mondta, hogy hát én nem megyek metróval, menjünk gyalog a másik irányba. Aki fogta és minden embernek azt mondta legalább 10 000-szor, hogy bocsánat, engedjenek ki, bocsánat. Az kemény volt, az volt az egyetlen olyan, ami nem volt szimpi, mert az szerintem nem volt jól megoldva. De minden más nagyon jó volt, meg mi előtte kirándultunk is egyébként Londonban, és az is nagyon jó volt, úgyhogy én csak azt tudom nektek mondani, hogy go. Na, hát akkor szerintem ez a videó lesz egy fél óra, öröm ezt megvágni. Köszönöm szépen a sztár vendégnek, aki itt volt, és remélem sokat segített. A lehetősége. Remélem segített ezekben, hogy hogyan vásároltak egyet, meg hogy élményeket megosztott. Elgondolkodtató, hogy hogyan kell mérlegelni, hogy elmentek-e, vagy nem, stb. Remélem megtudtátok azt, amit akartatok, és most felveszünk egy deskcovert Instára, ha minden összejön, és elmegyünk Omanára. Ha minden összejön, de most már megyünk, mert már megvan a jegy. Szóval, ja. Úgyhogy ennyi. És köszönjük. Sziasztok! Annyeonghaseyo!